Szeretném, ha feltenni az a kezét, aki foglalkozott már a gondolattal, hogy lemezlovas kívánna lenni. De őszintén, komolyan. Star DJ vagy valaki foglalkozott-e már ilyesmivel? Senki? Jenő feltette a kezét. Jenő, miért lennél lemezlovas? Az, azt mondta a Jenő, hogy azért, mert az olyan menő. Na akkor elmesélek neked néhány történetet, történet szerint ugyanis én lemezlovas is vagyok. Kergetem a lemezeket, pörgetem, forgatom, sürgetem, csajokat, minden, ami kell. Többféle műfajban vállalok latin zenét, retrópartit, kemény technót, minden jöhet. Mi van, miért, uramisten? Miért? Nekem az kemény. Mert nekem mi a kemény? Azon kívül, amilyen nadrágodban van. Vagy az sem az? Mit? A kell a Viva Metal, nem? Az nem jó. Na mindegy, látom az úriember nem műértő. Van egy olyan jelenség ebben a szakmában, könnyű zenei élet, amerikai Lady Gaga. Ki az, aki ismeri Lady Gagát? Tegye fel a kezét. Senki nem ismeri Lady Gagát? Hát itt a úriember ismeri, a másik. Lányok, ne mondjátok már, hogy Lady Gagát nem ismeritek. Na, milyen műfaj Lady Gaga populáris a köbön? Amikor van egy buli, általában lehet a lemezlovastól számot kérni. Vajon kik kérhetik Lady Gagát a legtöbben? Kérek néhány tippet. Ki az, aki a legtöbbet Lady Gagát kér egy bulin? Langyi fiúk, egy? Igen, ki még, szerintetek? Rózsa Feri, kettő. De ki az, aki szerintetek a legtöbb Lady Gagát kéri? Úgy általában típus emberekre gondolok most itt, tehát elmegyek egy buliba, biztos, hogy jön valaki Lady Gagát kérni, tök mindegy, hogy milyen buli van. Hello Kitty is lányok. Na, nagy tévedés van. A legtöbbet Lady Gagát, már elmondom, ezek az egyben nyak kigyúrt, hihetetlenül kemény és erőszakosnak tűnő úriemberek kérik. Na most megmutatom, hogy szokott ezt hallani. Nyomom a kis lemezeket, megy a buli. Éppen retro party van. Bonnie M, Neoton és a többiek. Elsötétülnek a diszkólámpák, és akkor... Szia! Hello, hello, mondom. Valami számot? Tegyed be a Gagát! Mondom, oké, de mégis mondom, retro buli van. Akkor régi Gagát! Most nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, mondtam, hogy a pókerfész az elég régi. Jó lesz. Oké. Hát meg is egyeztünk, az úriembere elment, nem raktam be rögtön, voltam olyan aljas és mocsok. Két szám után visszajött, hogy mi van már a Gagával. Mondom, úton van, tényleg, csináljuk. Tök mindegy, mi volt, be kellett tennem a Lady Gaga pókerfész című nótát. Na most Lady Gaga az olyan szinten jelenség így a lemezlovasok életében, hogy egyszer mentünk Nyíregyházára bulit csinálni, van ott egy ilyen főiskolás szórakozó hely. Úgy ezren szoktak ott lenni, főleg hölgyek, és egyszer mentünk oda, úgy 10 óra körül, körülbelül 30 rendőrautó állt a hely előtt, hát mondom, úristen, mondom, itt megöltek valakit. Megyünk be, kérdem a főnököt, mondom, fiam, Sanyi, mondom, itt van egy csomó rendőrautó, mi van? Ah! Hagyjad már azt, hogy a szomszédban megszálltak valami készenléti kommandósok, vagy százan. Hát mondom, az nagyon jó, de mondom, ezek ugye nem akarnak ide jönni. Max bulizni jönnek. Össze is raktuk a cuccot, elkezdtünk zenélgetni. Be is jött körülbelül 50 rendőr. Nagyon-nagyon nagy volt, mert oda jön hozzám a valami parancsnok jellegű, hogy Lady Gaga Alejandro van-e? Hát mondom... Van, de mondom majd később, mert hogy még most itt összvisz ti vagytok itt csak, meg három lány. Mondom, ezt most így, most ilyen warm-up-ban. Az engem nem érdekel, a warm-up nekünk az Alejandro. Jó, mondom, majd mindjárt szólok a másik DJ-nek, aki történetesen az öcsém volt, hogy megoldjuk. Na hát ez volt. Oda mentem öcsémhez, mondom, figyelj már, mondom, itt vannak ezek a urak, mondom, Lady Gaga Alejandrót akarják. Adjad már azt, mert majd 2 óra múlva. Hát mondom, ne szopass már, mondom, hát mondom, ezek itt engem lesnek meg, megígértem. Ő akkor sem, ő varmapozik, hagyjam őt békén, jó. Hát álltak az úriemberek, na most azt tegyük hozzá, hogy körbeállták a DJ pultot, de nem volt senki tényleg is. És így is várták az Alejandrót. És már nagyon kínos volt, mert már annyira néztek, és tudjátok milyen az, amikor szemmel ölni lehet. Na hát nekem ott nagyon sok halálom volt, mert ugye én ígértem meg. És hát öcsém az leszart, nem foglalkozott.
tette föl a lemezeket egymás után, nem érdekelte. Hát nem mertem elmenni, lenni egy Red Bullt, már mondom, ezek itt elgáncsolnak, leütnek minden. Na jó van, addig jött a terror, hogy már nekünk viszont menni kell, dumával oda jöttek, hogy most már mégis mikor lesz az Alejandro, mert hogy arra várunk. Nem tudtuk megúszni, mondom öcsémnek, mondom, figyelj, mondom, egy Istenem, egy, tedd már be, azt majd utána majd csak le tudjuk valahogy még egyszer. Következő történt. Jó van, azt mondja, de csak ezt beszúrom ezt a számot, azt utána hagyjál békén. Mondom, jó. Betettük az Alejandrót, elindultak a kedvenc ritmusok, és az 50 rendőr alakzatba. Így, és végig táncolták, érett, izmos, életerős fiatal emberek végignyomták az Alejandrót, én pedig majdnem megpusztultam a röhögéstől a pult alatt. Szóval öcsém meg ott rúgdos, hogy mit csinálsz, bámba, ezek én is akarok röhögni. Nem mertünk, mert ugye gyakorlatilag kaptunk volna a pofánkra. Van még egy ilyen sztori, hát ez a számkérés, ez ilyen örökös téma nálunk, ugye, hogy legtöbbször az emberek soha nem tudják, hogy milyen buliba vannak. Tehát ez a képtelenség nekik megmondani. Mindig van egy-két gyökér, amelyik fogalma nincs, hogy milyen buliba van. És akkor volt ilyen, hogy konga party volt, latin zenéket toltak ezerrel, mellettem a kongás, csajok tekergőztek, dörgölőztek, minden. Egyszer odajött egy ilyen bőrcsek is, hát nem túl jó illatú fiú, hogy Lordtól a Vandort. Mondom, hát haver, ez nem az a buli. Nem érdekel. De mondom, figyelj csak, nekem nincs meg, de lehet, hogy a kongásnak. Mondom, hát ha. Jó. És azt hittem, hogy érti. Mondom, de nem, erre oda ment, fogta és oda ment a kongáshoz. A következő jelenet zajlott le. Tibi barátom kongázik. Lesi a csajokat, mosolyog, küldi a puszikat, egyszer a gyerek ott áll stílról jobbra, és akkor így látom, hogy mondjad, haver. Közben üti a kongát. Na gondolom, neki is elmondta ezt a Lordtól a Vándor szöveget. Nincs meg, haver, nincs meg. És akkor ő is lerázta, és a következő mozdulattal hozzám, kurva anyádat. És így ennyi volt, én meg röhögtem, mondtam, hogy hát haver, nem tudok már mit csinálni. Mondom, neked sincs meg, akkor aztán tényleg nem lesz Lordtól a Vándor. Úgyhogy vannak ilyen jó izék, de volt még egy, ami nem pont a zenéhez kapcsolódik, szintén zenélek, tinédzser buli, diák buli. Bejött egy nagyobb társaság, nagyon részegre itták magukat, nagyon-nagyon jól érezték magukat, majd az egyik srác odajött a DJ pulthoz, nem nagyon mondott semmit, csak turkát. Na mondom, ez most vagy a farkát veszi elő, vagy cetlit hoz, hogy neki milyen számok kellenek, és olyan sorrendben, ugyanis van olyan, hogy sorrendet hoznak. Jó van, Pistám, zenéljetek, oké. Csak utána. Ne. Oké. Én is el tudtam volna mondani, de mindegy. Na szóval az a lényeg, hogy sztori közben vagyok, a gyerek áll, dülöngél, néha így megborít. Nem mondom, csak kivárom már, mit akar. Nagy nehezen megtalált valamit, egy 500-as volt. És így benyújtotta nekem a pultba, és közölte, hogy két borsodit adj ma. Nem tudtam, mondtam, hogy ilyen előadó nincs, másrészt megmondom, lent van a pult a földszinten, oké? Tényleg? Mondom, haverban, nem látod, mit csinálok? Akkor nincs borsodi? Mondom, nincs, menj már, mondom, kopd már le. Szóval vannak ilyenek, akik tényleg abszolút nem tudják, hogy mi van, és még így a bulikhoz csatlakoznék, van nekünk egy, elnézést kérek, hogyha magára veszi néhány hölgy, vannak nálunk az úgynevezett definiált pumák, aki ugye a puna szóból származik, és általában azokat a 30 és 45 közötti leopárd mintás felsőben lévő hölgyeket jelenti, akik előszeretettel látogatják a bulikat, és nem akar, igen, és nézik magukat a hölgyek. Szóval mindegy, ez egy ilyen típus. Ez tényleg, mindenki ilyenben van. Eljárnak buliba, leragadtak a 80-as évekből, még amikor vadászni jártak. És vadászni jártak, nem, Bálint nem hallotta. Nehogy levadásztan egyszer téged is egy ilyen. Ja. Engem csak akartak levadászni, nem hagytam magam. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezek a hölgyek minden bulin ott vannak. Tehát akármilyen buli van, mindig van egy ilyen csapat, egy ilyen kis, hogy mondjam, hogy szokták ezt mondani, a falka, akik
eljönnek, és akkor koktéloznak, buliznak, és gyakorlatilag mindenkire, aki egy kicsit életre való férfi, rámásznak, rászállnak, stb. Tehát, és hát elég kíméletlen módon szoktak udvarolni férfiaknak. És akkor hát ezekkel a úgymond pumákkal volt egy-két ilyen sztori, hogy bejöttek hozzám, hogy ők leánybúcsút tartanak, és hogy nálunk képzelik el a dolgot. Mondtam, semmi akadálya, minden. Jönnek így, meg úgy. Hányan lesztek? 28-an. Jó. Végülis jöttek 30-an. Mondták, hogy ők koktélt szeretnének inni. Kivittem nekik egy-egy kör koktélt. Közölték, hogy ez kicsi a koktél, csinálják nekik bólét. Hát mondtam, hogy ilyen fogalom nálunk nem létezik, hogy bólét, de mondom, meg tudom csinálni ilyen nagy tálba a koktélt. Hát ebből a tálba, ez kb. 5 literes tálakba megittak 4-et, de úgy, hogy így odaadtam egy köteg szívószát, és iszonyatosan berúgtak. Most losszpén az volt, hogy rendeltek csipendélfiút. A csipendélfiú meg is jött, mert és rajtom keresztül ment az egész, hogy hát ők nekik valami olyan kell, ami férfias, jó nagyot. Mondom, jó, hát mondom, van itt egy nagy darab srác. Mondom, de mégis mondom, milyen stílusban jön, azt tudni kell, hogy a csipendélfiúknál többféle program van, és ki lehet választani. Tehát van ilyen, hogy maffia főnök, tehát ez a maffiás, van ilyen, hogy rendőr, van ilyen, hogy katona, meg tűzoltó. Ezek az ilyen klasszikus formációk, és akkor erre lehet extrát kérni. Most éppen a maffiás téma volt. Kérem a vizemet. Tehát lényeg az volt, hogy megjött a csipendélfiú. Közben leittem magam. Csak lényeg az volt, hogy ő közölte, hogy ő a keresztapának a zenéjére fog bejönni, és akkor a hatás legyen jó, hogy én tegyem be, amikor őt megcsörget telefonon, akkor én tegyem be a CD-t, és ő nem lesz ott, de majd egyszer csak megjelenik. Mondom, jó, hát mondom, oké. És akkor teljesen megvolt, tehát nem volt semmi, nem szóltunk senkinek, a lányok már iszonyatosan részegek voltak, még csatlakozott hozzájuk külsős lányok, minden nagy parti fönn, zenélek, egyszer csörög a telefonom, be is raktam, lehúztam a zenét, tehát lányok majdnem megköveztek így a szemükkel, hogy, ez hülye, és akkor ebben a pillanatban, hátul a lépcsőn, feljött a faszi, de mint egy ilyen mafiózó terminátor, ilyen és olyan sikítással voltak, ugye annyira hatásvadászott az egész, hogy bedugult a fülem. Tehát mondom, úristen. Na, elszabadult a pokol fönn, a lányok megőrültek, a fiút teljesen levetkőztették. Tehát úgy, ahogy mondom, tehát cerkára. Tehát teljesen cerkára levetkőztették. Lement a műsor, majd mondtam, hogy hát felküldtem a kis tanítványom, a zenéjén már egy kicsit, mert mondom, mert most már elegem van belőlük. És olyan szinten nagy volt a buli, hogy a csipendél fiúnak a tangáját elvették, és azt így eltették maguknak. Na most rend hisztizett a csipendél fiú, nekem most kell mennem egy másik, nincsen tangám, hogy mépek föl, meg így, meg szerezzem vissza, mert hogy ő nem jön többet, meg stb. Hát mondom, ne csináld meg, mondom, hát nincsen még egy tartalék tangám. Nincsen tartalék tangám, hát... Hát mondom, jó, hát mondom, itt vannak a kidobók, mondom, menjetek föl, kérjétek el a lányoktól. Kidobók mondják, hogy nem mennek föl. De mondom, mi az, hogy nem mentek föl, azért vagytok fizetve? Hát, mert ezek állatok. De mondom, lányok vannak fönn. Nem baj, ők nem mennek föl, már kétszer megmagyarózták őket fönn. Mondom, jó. De mondom, mégis azért legyen már valami. Fölmentünk. Nagy nehezen bemondtam a mikrofonba, hogy a csipendél fiúnak a tangáját kérjük vissza. Közérdekű közlemény, és közölték így, hogy nem. Hát mondom, ne csináljátok már, lányok, mondom, hát mondom, a úr menne tovább fellépni. Ez erekje, és a mennyasszonynak elraktuk. De mondom, oké, de mondom, ez mégis ízés. Mégis megegyeztünk abban, hogy Debrecen felé kifizették a taxiát a csipendélfiúnak, hogy haza tudjon menni egy újabb tangáért, és akkor is megegyeztünk. Na most utána ment tovább a buli, el kell azt képzelni, hogy olyan szinten részegre itták magukat, hogy ennyi volt, én ennyit láttam a buliból, hogy körülbelül 8 csaj így a DJ pultnak a sarkánál így táncoltak, és közben meretten bámultak. Tehát nem jó úgy zenélni, higgyétek el, akármelyen kandúra valaki, nem jó. És mondom, hogy lányok, mi van? Ne játsszál ilyen zenéket. Mondom, miért, lányok, mert mi a baj? Mert szexuálisan túlfűtöttek leszünk. Mondom, és az kinek rossz? Neked. Hát mondom, köszönöm szépen,
de azt mondja, ne bízd el magad. Mondom, nem bízom el, oké, nincs egy semmi, de komolyan mondom, úgy még nem éreztem magam. Tehát tényleg, amikor az antilopot bekerítik az anyaoroszlánok. Tehát így gyakorlatilag így éreztem magamat, öcsémet felhívtam telefonon, mondom, bekerítettek a pumák. Azt mondja, hogy bújj el, így ennyit írt vissza. Úgyhogy nagyon, hát nagyon jó volt a dolog. Szóval a pumákról ennyit, megvoltak a csipendél, a leánybúcsú, minden megvolt. Miről beszéljek még? Jaj, apropó puma. Vannak a népi pumák, a kisebbségi pumák, akkor úgy mondom inkább. Van egy nagyon jó sztorim, amikor kezdtem a pályafutásomat, mint pultos. A Körös Bisztróba és a Kisvegas Sörözőbe voltam pultos, valaki erre emlékszik így a régiek közül. Tucsinak már meséltem ezt a sztorit, kérek, ne, ne. Lényeg az volt, hogy egyik este dolgoztam, és hát nagy volt a parti, Kisvegas Söröző, szokásos hétvégi hangulat, és betévedt egy cigányasszony. De ez az igazi népviseletben tök részegen, de ahogy kell, három foggal, ami kell. Fekete, kicsit őszes haja, stb. És akkor így táncolt. Tehát mondom, élvezték a vendégek, mert annyira látszott, hogy már annyira részeg volt, hogy így gyakorlatilag mindent beraktak a zenegébe, és Metallicára is nyomta a izét, minden. Szóval nagyon nagy volt a hangulat, egyszer csak mosogatok, teszek, veszek a fogodba, egyszer hallom, hogy valaki kiabál, hogy Armando! Nem biztos. Mosogatok egyszer az egyik vendégnek, ugyanígy hallom, hogy Armando, légy az enyém, Armando! Elmondom, nem tudom, mi van. Egyszer mondja az egyik vendég a pultnál, hogy neked szól a hölgy. Mondom, milyen hölgy? Azt mondja, ott kint. Kinézek, és így keresztbetett lábakkal így néz. Armando! Hát én megbaszlak, Armando! Mondom, a néni, mondom, egy kicsit bolond. Ne dumáljál, Armando, az enyém leszel. Mondom, hát ez hülye, mondom, mit? És mondták, hogy van egy ilyen sorozat, egy ilyen brazil szappanopera, amelyikben a szereplő kicsit hasonlított. Gondolom, nem volt ekkora hasa, de lényeg az, hogy nekem akkor hosszú hajam volt, és le volt hátra cofozva, illetve egy tűzpiros inkben pultoztam aznap este, szóval a néni teljes képzavarban volt. Na, nem ért véget itt az történet. Kiabál szokás szerint, hogy Armando, hát nem kellek, Armando, nem kellek. Mondom, nem, néni, mondom, kicsit már részeg, mondom, tessék hazafele menni, meg minden. Hát a vendégek mit sem voltak olyan gonoszak, hogy adták alá a lovat. Ugye, sejtve, hogy majd ebből sztori lesz. És hát lett egy sztori, körülbelül egy óra alatt tudtuk a nénit kirakni, végig üvöltött, hogy ő neki nem kell egy ilyen pina, Armando, nem kell! És hát elbarikádoztam magam a bárszékekkel, tehát, hogy ne tudjon be, és indult be a pultba, hogy úgy elvegye, ami neki jár. Nem vagyok diszkriminatív, de egyrészt nagyon csúnya volt, másrészt nem vagyok Armando, harmadrészt meg nem volt kedvem, fájt a fejem, tucsi, van ilyen, tudod? És hát mindegy, bezártunk, minden nagy nehezen lement a sztori. Hát ugye a vendégek többször visszahozták úgymond Armandozni a hölgyet, és végig üvöltött, és adták el, és mondták, hogy én ilyen direkt csinálom, és ezzel gyakorlatilag az van, hogy én nagyon tetszik ő nekem, csak én kéretem magam, és ezért így rá kell tenni, tehát voltak ilyen úgy gecik, akik így ráálltak, hogy akkor a nőt most így uszították. Na mindegy, lement a sztori, nagy nehezen bezártunk. Barátaim lokomotív sörözőbe iszogattak, átmegyünk hozzájuk, mondom, menjek át, igyak egy sört. Jó, jó, mondom, legalább lecsillapodok, mondom, ez az Armando sztori, ez nem volt olyan jó. Átmegyek a lokomotív sörözőbe, oda megyek a pulthoz, kértem egy korsó sört, Ticsától, és akkor Ticsa odajön, és elém rak egy sportszeletet. Mondom, mi van, Ticsa, hülye vagy, mert nem kértem sportszeletet. Szóval nem én vettem, azt mondja, a hölgy küldi a pult végétől. Na milyen hölgy? Azt mondja, ott van. Oda nézek, így Armando! Szóval kérek egy nagy tapsot!